Jó estét kívánok, kedves nézők! Igazi karácsonyi hangulatban köszöntjük Önöket. Az álomszép dekoráció jó voltából valóban úgy érezzük magunkat, mintha egy álomba csöppentünk volna. Tehát ugye két nap múlva ez az este már az ajándékozásról szól. Úgyhogy fogadják úgy ezt a ma esti adást, mintha virtuális kis ajándékokat adnánk át. Egy-egy vendég, egy-egy kis csomag, egy-egy meglepetés. És mielőtt még elkezdenénk beszélgetni a Club Hollywood műsoráról, illetve a következő koncertekről, rögtön a mozis játék, hiszen az is egy ajándék annak a kedves nézőnek, aki válaszol majd a Facebook oldalunkon található kérdésre. Közülük két darab szerencsés egy-egy mozi jegyet nyerhet, úgyhogy mindenképpen kövessenek minket a Facebook oldalunkon is. Hát jó estét, sziasztok! Mondanám, hogy boldog karácsony, de ez most már tényleg itt van a hamarosan kopogtat az ablakon, és egy koncert is nem sokára kopogtat az Alvin és a Mókusok jó voltából, Balog Attila, te pedig a Klub Hollywood igazgatójaként, vezetőjeként érkeztél hozzánk, hogy a következő hetek programjairól beszélgessünk egy kicsit. Ugye így gyakorlatilag már az évből tényleg csak néhány nap van hátra. A karácsony általában arról szól, hogy mindenki otthon van, de azért ez két-három nap után sokak számára nem annyira érdekes, és olyankor vágynak valamiféle közösségi programra. Mit kínáltok a nyíregyháziaknak? Decembert, a klub az mindig a decembert a nyíregyházi hagyományokhoz híven próbáljuk a nyíregyházi és a nyíregyházához kötődő zenekarokat visszahívni. Ezzel kedveskedünk a nyíregyházi lakosoknak is, a zenekarok, illetve hozzátartozóinak, és ezért próbáljuk mindig azt, hogy minél többen nyíregyházi zenekarok, akik hazajönnek, az ünnepekre úgyis hazatérnek, azok kapják meg a lehetőséget, és igenis a vendégeiket tudják oda hívni. Gondolok itt az Alvin és a Mókusokra, vagy Peti révén a Juri zenekarra, akinek a koncertje január 6-án lesz, de még a karácsonyi időszakban a Folk Fusion Band nyíregyházi kötődésű zenekar, és hozzájuk elő zenekarként még több nyíregyházi zenekar is érkezik. Ez már hagyomány, és ezen nem is szeretnénk változtatni, mert igényli a közönség, úgy látom, hogy nagyon szeretik. Akkor valahogy úgy kell ezt felfogni, hogy ugye általában anyukához, nagymamához hazajönnek a zenészek is, és akkor a régi cimbiket összetoborozzák, és ilyenkor van egy nagy buli. Igen, karácsony előtt egy nagy buli, illetve a karácsony végeztével, amikor már mindenki úgy van vele, hogy hát már sokat ültünk otthon, mozduljunk el, induljunk meg, akkor nagyon-nagyon sok programot próbáltunk mi is összerakni gyakorlatilag. A karácsony végeztével 27-től egészen szilveszterig folyamatosan nyitva van a klub, és minden este koncertek várják a nyíregyházi közönséget, és egy szilveszteri partival zárjuk az évet, hogy tudjunk neki szaladni az új évnek, és ismét remek programokkal várjuk kedves közönséget. Szilveszterkor is élő zenével? Szilveszterkor gépzene. Szilveszteri koncertezést nagyon-nagyon kevés zenekar vállalja be, érthető okok miatt. Akkor erről mindjárt megkérdezzük a zenekarok képviselőjét. A szilveszter az nektek is a buliról szól inkább, vagy akkor valahová leszerződtök, és egész este ott zenéltek? Én 15 éve vagyok a zenekarban, de a zenekar 24 éve működik. Én szerintem kettő darab szilveszter volt, amikor talán játszottunk. Az egyikre nem is emlékszem, a másik pedig vagy 3 éve volt, mert akkor tényleg egy olyan felkérés kaptunk, aminek nem akartunk rá nemet mondani, de valóban mi is akkor már egy kicsit kikapcsolódnánk, meg valahogy én úgy látom, hogy a közönségnek is másról szól a szilveszter, nem annyira a koncert nézésről, vagy a koncertnek az élvezésről, hanem mindenki inkább mulatni akar, és én azt gondolom, hogy szilveszteri bulira nem biztos, hogy egy punkzenekar való, aki mondjuk 2 órát játszik, hanem inkább olyan jellegű. Van, aki persze imádja, és nagyon sikeresek szoktak lenni, de mi is inkább úgy érezzük, hogy egy kicsit kikapcsolódnánk, meg már évvégére nagyon elfáradunk, mert igazából szinte minden héten játszunk legalább egy, de inkább 2 koncertet. Akkor tartalmas évetek volt, hát de azért most mégis egy bulira invitáljuk a kedves nézőket. Mit tudsz ígérni, milyen lesz az este a Club Hollywoodban? Hát ugye december 22-én a Club Hollywoodban lesz a szokásos évvégi, hát szülinapi koncertnek szoktuk kikiáltani, bár egész évben a szülinapokat ünnepeljük mindenhol, akkor éppen vagyunk, ami tök jó, mert akkor így legalább mindenhol meg lehet ünnepelni. A másik dolog, ami nekem nagyon-nagyon kedvező, hogy majdnem mindig Viktória napon játszunk, és ki van kiáltva az este
Viktória napnak is, tehát lehet jönni névnapozni is. Hát aki tavaly volt, az biztos emlékszik rá, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó buli volt. Nekünk mondjuk azért is, mert nekünk egész nap tartott, általában mindig ilyenkor tartjuk az évvégi úgymond céges bulinkat, amikor is ugye mindenki összeül. És nekünk is, ahogy Attila mondta, ilyenkor tudnak eljönni a barátaink, a rokonaink, ilyenkor tudunk találkozni, ilyenkor tudunk tényleg egy kicsit összejönni. Úgyhogy ha olyan lesz, mint tavaly, akkor nagyon jól fog sikerülni, de lehet, hogy még szerintem még jobban. Hát szokásos Alvin és a Mókusok hangulatban fog telni. Mindenféle régebbi dalokat játszunk, az úgynevezett slágereket, és most éppen a legújabb nagylemezünket turnézhatjuk, a Rendet a fejekben, és abból is fognak hallani a közönségből egy pár dalt. Na, Peti, mi a helyzet a Jurij házatáján? A Jurij még sose koncertezett szilveszterkor. Az a helyzet, hogy pont arról beszéltünk itt a felvétel előtt, hogy karácsony után és szilveszter előtt valahogy így az emberek több jegyet vesznek a koncertekre, és ezt ugye a zenekarok próbálják meglovagolni, mi is ilyenkor járjuk az országot. Két ünnep között tényleg volt olyan, hogy akár 4-5 koncertünk is volt, szilveszterre pedig buli. Csak kikapcsolódás. Most a nyíregyházi koncert éppen január 6-ára esik, de... Ez a vízkereszt vagy, amit akartok. Így van, és egy Jurij bulival fogjuk megünnepelni ezt. Reméljük, hogy még sokan... Megnyitjuk az évet. Igen, megnyitjuk az évet. És milyen volt ez az esztendő a ti életetekben? Mennyit koncerteztetek? Mi volt a legnagyobb buli? Az a helyzet, hogy Nyíregyházán nagyon rég jártunk, úgyhogy most igazából ezre is nagyon várunk. Végig koncerteztük a nyarat, azokra a fesztiválokra eljutottunk, ahova el szoktunk jutni, de igazából ez egy lazább év volt. Nekem megszületett a második gyermekem, a dobosunk más zenekarral is foglalkozik, de hát a barátság az örök, és egyszerűen nem tudjuk abba hagyni ezt a zenélést, úgyhogy 2018-ban úgy néz ki, hogy ismét jobban megtoljuk a szekeret, most így csendesedés után, így van kedvünk csinálni, tehát ugye a lelkesedés megvan. Úgy hát érzem, gratulálunk úgy, akkor tovább. A kisgyermeket születéséhez, és éppen azon gondolkodtam, hogy tudjátok ezt összeegyeztetni a családdal. Mert ugye amikor elkezd az ember zenélni, még akkor minden belefér, meg még nagyon úgy tűnik, hogy majd egyszer, majd biztos lesz családom, de hát azért nagyon sokan tényleg megkomolyodnak, vagy legalábbis szépen tisztes családot alapítanak. Ez szerintem Vikinek nehezebb. Hát Vikinek keményebb, ugye 15 éve tolod itt ezt a zenész szekeret is, meg otthon a háziasszony szekeret is olykor mondjuk. Igen. Hát nehéz összeegyeztetni, és nem csak az időbeosztást, hanem érzelmileg is mindenképpen. Viszont mindig az éltet, vagy az van a fejemben, hogy amit csinálunk nekünk, igazából az a hobbink is. Tehát mi abból élünk igazából, amit szeretünk, tehát minden egyes koncert egy nagyon nagy élmény találkozni azokkal az emberekkel, akik szeretnek minket, meg a barátainkkal, de nagyon nehéz mindig eljönni otthonról, tehát talán még egyre nehezebb is. Nem, mekkorákat egy gyermekeid? Nekem egy gyermekem van, ő 11 éves. Hát most már lassan azért ő is buli érett, ugye? Hát el tudja kísérni anyám. Meg talán már most már, ha lenne rá érdeklődés, akkor nagyon szívesen el is vinnénk magunkkal, mert a zenébe azért eléggé ő is benne van, hál' Istennek. Nagyon tehetségesen dobol. Úgyhogy ha már ő is ott lenne, akkor egy kicsit egyszerűbb lenne az egész, mert nem vágynánk mindig, vagy sietnénk mindig annyira haza, hogy menjünk már. De mondom, ettől függetlenül nagyon szeretjük csinálni, tehát ez az, ami segít ebben az egészben. Meg hát az, hogy van segítségünk, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a nagyszülők azokra lehet számítani. Meg hát ő már megszokta, hogy szülei ezt így vannak, így jönnek, mennek. Hát kívánunk nektek nagyon szép karácsonyt gyerekeknek, és a nagyon sok jó koncertet a jövő évre. Egyébként akár mondjuk karácsonyra még lehet, gondolom, ajándékba is venni jegyeket, igen, amit majd karácsony után. Nagyon-nagyon sok jegyet árulunk már a következő koncertjeinkre, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani. Hát köszönjük szépen, és akkor várjuk a kedves nézőket majd a színpadok elé, akár a klub Hollywoodba, akár az ország bármelyik tájára, valamelyik koncert helyszínére. Kedves nézők, a következő percekben egy tehetséges nyíregyházi fiatal lányt ismerhetnek meg, aki rendezőként többek között a Halálos Iramban hat és a Star Wars az Ébredő Erőben is dolgozott. Ponc Teréz nemrégiben a Petőfi Sándor Általános Iskolában mesélt sikereiről.
Én Nyíregyházán születtem, itt jártam iskolába, a Kazinczy Ferenc Általános Iskolába és az Zrínyi Ilona Gimnáziumba, úgyhogy életem első 18 évet itt töltöttem el. Rögtön érettségi után jelentkeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemre, oda sikerült felvételt nyernem film és televízió rendező szakra, és így kerültem tulajdonképpen a filmszakmába. Nagyon kemény évek voltak, kemény és hasznos évek voltak. Még nagyon fiatal voltam, nagyon sokat kellett bepótolnom, nagyon sokat kellett tanulnom a szakma nagyjaihoz képest, és ez a folyamat még most is tart. Gyerekkorom óta nagyon szerettem volna valami hasonlót készíteni, valami olyasmit alkotni, ami sokféle dolgot magában foglal, tehát sokféle képességet akár, vagy sokféle emberek képességét, és erre a filmet éreztem a legalkalmasabbnak. Én, mint rendező, nyilvánvalóan rendezni nagyon szeretek, emellett nagyon szeretek írni is, a saját filmjeimet eddig én írtam, és mivel a gyártásban is sokat vettem részt, ezért a gyártás előkészítés is a, úgymond a kedvenceim közé tartozik. De ha azt kérdezed, hogy milyen más szereplőit tisztelem nagyon a filmkészítésnek, ebben nem tudok különbséget tenni, itt mindenkinek a munkája egyformán fontos. Eddig kis játékfilmeket írtam, amiket meg is rendeztem, és most egy nagy játékfilm forgatókönyvet fejlesztek éppen. Ez a forgatókönyv, amit éppen fejlesztek, ez egy dramedy, tehát egy drámakomédia, ami egy családnak a történetéről szól, akik nagyon-nagyon szeretnék elvinni a nagymamájukat. A többi majd kiderül, hogyha valamikor elkészül a film. Most láttam egy filmet, amit nagyon szeretek, az angol címét tudom, az a címe, hogy Captain Fantastic. Azt ajánlom mindenkinek, az egy nagyon hatásos film, nagyon nagy hatással volt rám. Remélem, hogy nem tudok mindenről, ami előttem jár az életben. Én szeretném, hogyha az élet így sok meglepetést tartogatna számomra. Természetesen vannak céljaim. A legközelebbi célom az a saját játékfilmemnek, tehát nagy játékfilmemnek a megrendezése, elkészítése. És azon túl pedig amit hoz az élet. Én nagyon szeretnék filmrendezőként megöregedni, illetve ha a világ úgy alakul, akkor új technológiákkal is kísérletezni. Különféle filmekben dolgoztam, különböző szerepekben, például a VFX területén, vizuális effektek területén, mint produkciós koordinátor, és rendezőasszisztensként és rendezőként is vettem részt filmekben. Régóta dolgozom, körülbelül 2008 óta, és nem vezetek egy ilyen számszerű listát, de ha megkérdeznéd, hogy valamelyik filmben dolgoztam, akkor meg tudnám mondani, hogy mit csináltam. Mindegyiket más miatt szerettem. Nagyon szerettem a legelső filmes munkámat, a Huán című operafilmet, ami egy dán-magyar koprodukció volt, és az volt a különlegessége, hogy élőben rögzítették az opera énekesek hangját a forgatás során. Ezt nagyon szerettem, mert ez volt az első, és nagyon sokat is tanultam belőle. Szereplőre rátesznek mondjuk egy övet, vagy egy ilyen hámszerűséget. Ez egy osztályfőnök jóra volt, és nekem nagyon tetszett. Főleg azért már egy filmes jött el hozzánk. Engem hát nagyon érdekelt, és szerintem nagyon jó, hogy tanul ilyeneket hív, ilyen embereket hív el. Hát én olyanokat kérdeztem, amik engem nagyon érdekelnek, és szerintem a felnőtt leszek, lehet, hogy én is filmes leszek. Hogy nem szabad izgulni, hogy mindig igyekezni kell, minél jobban oda kell tenni magadat, mert nagyon sok dolog van benne, sok helyre el lehet jutni, és híres emberekkel lehet találkozni. Nekem az egyik kedvenc színészem az Vin Diesel, és vele szeretnék találkozni, ha esetleg lehet, és hát Angliába, Amerikába ilyen helyekre szeretnék eljutni. Szeretem az ilyen kalandfilmeket, a vicces filmeket, hát ilyeneket. Kedvenc film, Sötét lovag, olyan izgalmas. Nagyon érdeklődő és aranyosak ezek a gyerekek, tehát nagyon érdekli őket a filmezés, a filmszakma, és úgy egyébként az élet. Sokat kérdeztek arról, hogy a nem felvehető dolgokat a filmekben hogyan oldjuk meg, tehát ez azért egy nagy kérdés, ez a vizuális effektek világa, illetve hogy találkoztam-e híres emberekkel, és egyéb kérdések, de mindenre kiterjedően gondolkoznak a filmek,
filmekről, ahogy én láttam, és nagyon nagy élvezet volt válaszolni a kérdéseikre, mert ezeket a kérdéseket magamnak is felteszem. Ez egy elég kemény szakma, fel kell készülni arra, hogy sok áldozatot kell hozni, hogyha az ember sikeres szeretne lenni, vagy fenn szeretne maradni benne. Azoknak az embereknek nem ajánlom, akik a monotonitást kedvelik inkább, tehát hogy akik bármiféle kiszámíthatóságra számítanak az életben, azoknak annyira nem ajánlott a filmes szakma, viszont akiben van kalandvágy és érdeklődés, annak azt ajánlom, hogy nyugodtan vágjon bele, próbálja ki magát. Szerencsére olyan világban élünk, hogy bármikor lehet változtatni, lehet váltani, tehát hogy nagyot nem veszíthet. Hála az égnek, most szerencsém van, és Enyedi Ildikóval dolgozhatok Magyarországon a készülő új filmjén, ami számomra nagyon nagy megtiszteltetés. Emellett fejleszthetem a saját dolgaimat, és a Stellar Circus cégünkkel pedig reklámokat gyártatunk, és új technológiák kipróbálását is elkezdtük már, ezért úgy gondolom, hogy az érdeklődésem az most le van kötve, és nagyon sok pozitív ember vesz körül, úgyhogy elégedett vagyok, igen. Kedves nézőink, le sem tudnám tagadni, hogy egyik kedvenc karmesterem ül velem szemben, Bakó Levente, aki ugye hát mindemellett Liszt-díjas trombita művész is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, Levente, és remélem, hogy a nézők még nagyobb örömére el tudjuk mondani, hogy milyen apropóból is érkeztél hozzánk, hogy a január 1-én ismét újévi koncert, ezúttal a Continental Arénában. Így van, a 31. Éppen azt szoktam mondani, hogy a jubileumokat már jobban le lehet úgy adni, hogy 30+1, uh-huh. Mert már úgy a kerekszámokra nem biztos, hogy úgy odafigyelnek, de ez egy nagyon szép hagyománya a Szabolcsi Koncert Hall zenekarnak, és egy nagyon jó kezdeményezés, és annak is örülök, hogy a Continental Arena, hogy megújult, most technikailag, befogadásilag, most gyakorlatilag már nem lehet olyat mondani, amit nem tudnak megcsinálni, és ez nagyon jó hír a zenekar és a fellépők részére is. És minden évben van egy tematika, egy-egy nemzet köré csoportosítjuk a műsorszámokat, most az orosz repertoár lesz, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy mese, szenvedélyek, de azért a végén Bonnie M. Mert szerintem egy újévi koncertnek vidámnak kell lenni, szórakoztatónak, és egy olyan gálaesnek, ami mindenféleképpen komplex. És semmiféleképpen sem kiúzanítónak, tehát a január 1-e ugye ne arról szóljon, hogy akkor akarják egy picit összekapni magukat, bár azt gondolom, hogy azért ez általában a világ minden pontján, vagy mondjuk itt ugye klasszikusan például Bécsre gondolok, egy valóban a polgárság számára egy nagyon szép kezdése az új esztendőnek. Hát ezt tulajdonképpen a bécsiektől másolgatta mindenki, szép lassacskán, csak ugye ott ezek a nagy tradíciók vannak, 100 éve, vagy nem tudom már hány éve mennek a világ legjobb karmestereivel, de hát itt most Nyíregyházán a egyik legjobb karmesterrel kell beérniük január 1-én szerint személyiségemmel. Úgyhogy a koncertről két mondatot, az elején egy klasszikus Csajkovszkij nyitánnyal indulunk, ezután fognak következni polgármester úr és a Sesták úrnak a fergeteges köszöntői, majd utána jön a klasszikus keringő, a Nyíregyháza Táncklub prezentálásában Marján Kláriék, és akkor jön a mese, mert hogy most ugye a mazsaretteseink ugye 3 generációsak, és jönnek a csillagok, a legkisebbek, akiket azért nagyon szeretek, mert Szabó Monika, aki a művészeti vezető tanárnéniük, egy fél éven keresztül arra tanítja őket, hogy bal, jobb, tessék mosolyogni, és erre megyünk, arra megyünk. Majd amikor ők kijönnek, és meglátják a különféle helyszíneken az anyukákat, apukákat, akkor ők arra mennek, amerre úgy szeretnek, de szerintem ettől ez bomba siker. Ez bomba siker, és ők a Sosztakovics Jazzsuitának van egy tánc tétele, ami egy ilyen kis cukormeseség, ami nagyon rájuk fog illeni. Aztán utána jön az igazi mesevilág, hiszen Tonté László, aki megalapította a zenekart 76-77, nem tudom pontosan, mikor ő a Diótörőnek a nagypadödőjét, a nagyszerelmi kettőst átírta.
És hogy van itthon balett együttes, Kunil Dikó és Primavera együttese, ő ezt nagyon szépen megkoreográfálta, és az első részt le is zárjuk egy zenekari számmal, egy ilyen Lezginka nevezetű, ilyen kis vicces, aranyos, vidám kislányjal, aki hogyhogy nem a műnek a végére már nagylányá avanzsálódik, de hát ezt zeneileg el fogjuk mondani. A szünet után pedig Ihaj Csuhaj, Bonnie M., Rasputin, Moszkóv, Woody Volga régi slágerek, illetve lesz még egy pillanatra egy szép megállás a Romeo és Júliából, a musicalből lesz egy gyönyörű szép kettő, és oda még Marján Kláriék, és akkor finálé, és bum. Szóval azt gondolom, hogy az, aki erről nem akar lemaradni, az idejében biztosítsa helyét a Continental Arénában. Igen, és tök jó, hogy mondtad, hogy a helyét, mert most a Hajnal Guszték segítségével megváltoztattuk a befogadó képességet. Hogy fog kinézni, hol lesz a színpad? Igen, most a közepén lesz. Ugyanis tavaly annyira tele lett az egyik oldal, ugye a másik oldalon ültünk mi, hogy nagyon sokan nem tudtak leülni, és így már a VIP páholyoktól kezdve mindent ki kellett nyitni, de még így is álltak. És most az merült fel, hogy közepén leszünk, két harmadnál, és akkor két oldalt arénaszerűen, lent pedig még 3-500 ember elfér, mert olyan 1500 főre lehet számítani, mert tavaly 1300-an voltak, és úgy nem tudtak leülni. De ez egy kicsit olyan koncerttermesebb is lesz, olyan, mintha színházba jönnének, hogy így körbeülik tulajdonképpen a produkciót, mert egy ilyen gálaestnek nagyon fontos, hogy teátrális legyen, minden legyen, és nem csak a szép zene, az egy nagyon fontos dolog, de az, hogy közben ezt olyan táncelemekkel, koreográfiákkal díszítsük, ami a közönségnek csodálattal fog hatni. Ez egy összművészeti élmény lesz, úgy gondolom. Levente, számodra azért az, hogy karmester vagy, azt gondolom, hogy a személyiségednek azt az oldalát is tökéletesen ki tudod élni, ami egy showman, akár a zenekarral, akár a közönséggel alkalomattán, de hát ugye azért mégis nagyon sokan téged trombitásként ismernek, illetve trombita művészként, és az életednek igen jelentős részében bizony te zenészként működsz, és jössz-mész a világban. Ez az esztendő, ez milyen volt a számodra? Mik voltak a legizgalmasabb kalandok? Már csak azért, mert hogy itt a karácsonyfa alatt tücsörünk, de lassan itt az év vége, összegezzünk egy picit. Igen. Hát ugye a fúvó zenekar az egy örök szerelem, és nem tagadtam, hogy egyszer csak, amikor már ugye a trombitálásba elfáradok, akkor szeretnék úgy hazatérni, és itt az utánpótlással is a zenekart is továbbvinni. Viszont nagyon sokat trombitálok. Hát ami most tulajdonképpen a legérdekesebb, hogy a Filharmónia részéről jött egy dömping, egy ilyen 100 koncertből álló sorozat a részfúvós kvintettemmel, ugyanis ezek az ifjúsági sorozatok, ezek újra nagyon reflektorfénybe kerültek, de teljesen más környezetben. Tehát nem úgy volt, mint 20-30 évvel ezelőtt, hogy leültünk, a művészek játszottak, ezek most már olyan interaktív énekórák, ahol a harsanát a Mézga Géza motivummal mutatjuk be, vagy például megfújjuk az alkotó részeket, és gyakorlatilag folyamatosan bevonjuk őket, és ennek az évnek, hát itt most sorolhatnám, hogy milyen kortárs műveket játszottunk, meg voltunk külföldön, de hát annyian mennek külföldre, szóval, hogy még egy új dolog, hogy elkezdtem tanítani Pesten a Vienna Konzervatóriumban főiskolai szakon. Ez mondjuk új szeptembertől, és ez egy felelősségteljes történet, most lett vége az első vizsgánknak, és ez egy izgalmas dolog volt, de valóban azért központi szerepet a trombita játszik az életemben, ez legyen szimfonikus zenekar, opera, de a vezényelgetést is nagyon szeretem, hiszen ha majd elfáradok a trombitálásba, akkor ezt tovább lehet még csinálni évszám szerint. De most ezek az ifjúsági koncertek nagyon izgatnak, és a Filharmóniával nagyon jól együtt működünk, és erre kértek fel minket. Hát ez nyilván ez a 100 koncert, ez több évre lesz előre csomagolva, mert mást is kell. De azért attól... Jól érzem, hogy javarészt ott te beszélsz ezeken az előadásokon? Abszolút. Fú, hát ezt te akkor tényleg nagyon egyébként szerinteleség nélkül megjegyzik mindig a tanár kollégák, akik ott voltak, hogy
hát a művészurat minden szempontból klónozni kellene. Ennek akkor örülök különösen, amikor a hölgy tanárkollégák mondják, mert az nagyon jól esik, de valóban a mai gyerekekhez máshogy kell közelíteni ebből a szempontból, mert most itt a lényeg az, általános iskolában és gimnáziumban, hogy a klasszikus zene, mint esemény, amikor eljön a gyerek oda, ugye iskolákba is kimegyünk valamikor, helyi művközpontok, színháza, egy olyan élményt kapjon, amiben az fogalmazódik meg benne, hogy ha klasszikus zenét hallgatok, oda jó elmenni. És most nem biztos, hogy az a jó, hogy csöndbe kell ülni, hanem egy kicsit ott lehet mocorogni, hozzászólni, reagálni, kommentálni, mert akkor az fog benne megmaradni, hogy ez nem is olyan komoly, meg olyan riasztó dolog, hogy komoly zenét. Így szerintem könnyebb őket rácsatlakoztatni erre a vonalra. Köszönjük szépen Bakó Leventének ezt a kis stand-upot. Hát én köszönöm, hogy veled beszélgethettem, Magda. Továbbra is imádlak, és január 1-én akkor mindenkit szeretettel vártok a Kontinentál Arénában, most pedig jöjjön egy kis ízelítő abból, amit a mazsorettesek remekül tudnak csinálni.